Immár 24. alkalommal rendezték meg a tisztelt ÁSZ társasági tenisztornát, amelynek népszerűsége 12 év óta töretlen a politikusok körében. De hogy mi a sikertitka? A válasz egyszerű. A tenisz szeretete, maga a sport, az egy közös nyelv, ezt mindenki nagyon szereti. A pályán valóban csak a nemes ellenfél, a teljesítmény az, ami előtérbe kerül. Tehát ha valamit a sport számlájára lehet írni, akkor ez az a siker. Ön a parlamentben a tenisz szakosztály elnöke. Milyen feladatokkal jár ez a szerepkör? Van egy viszonylag jól működő szakosztály sok taggal. Nekik próbálunk lehetőséget kínálni arra, hogy teniszezgessünk, mert azért ez teniszezgetés és nem tenisz. Szervezzük a versenyeket, illetve ha hívnak bennünket, oda örömmel megyünk. Milyen gyakran vannak versenyek? Milyen sűrűn járnak önök így össze? Évente 4 nagy versenyben, ha mondhatok ilyet, na nem Grand Slam versenyekről van szó, félreértés ne essék, hanem van a tisztelt ÁSZ, ebből évente rendezünk kettőt, egy fedettet és egy szabadtérit, mint ez a mai. Aztán van egy csók tenisz, amit valamikor télen szoktunk megrendezni, és egy negyediket is, ahova újságírókat, vállalkozókat, sportolókat hívunk, mindenhol a jó hangulat a lényeg. Különösebben nem kell szerintem népszerűsíteni a teniszt a parlamentben, nem rendkívül sokan vannak mindig a versenyeken. Igen, hál' Istennek úgy tűnik, hogy ez az a sport, amit ugye azért nagyon sokan elkezdtek űzni, és érdekes módon ugye azok a játékosok vannak zömében pályán, akik valamikor valamilyen labdajátékot űztek, futballoztak, kézilabdáztak, kosaraztak, tehát van gömbérzék, valamikor csapatban játszottak, és szeretnének még most is egy kicsit mozogni, bár most már öregesen, de hát erre tökéletesen megfelel a páros tenisz. És lát ön fejlődést évről évre? Hát ha van visszafejlődés, tudom, hogy ilyen nem szokott lenni nálam többnyire, ez van, de van fejlődés. Egyébként összeszoknak a párok, öregszünk ugyan, de a párok összecsiszolódnak, és azért mindig színvonalasabb meccseket játszunk. És ma hogy megy a játék önöknek? Egyet nyertünk, egyet veszítettünk, csoportból tovább jutunk, és cél a nyerés. Említette a Grand Slam tornákat, most esetleg a Wimbledoni tornát figyelemmel követi? Amennyi időm van természetesen, és nagyon élvezem, és nagyszerű meccsek vannak. Tegnap a Nadal meccs fantasztikus volt. Kinek szurkol, van kedvenc? Federer. A napokban nem csupán a Wimbledoni teniszbajnokság tartotta lázban a sportszerelmesei. A képviselők természetesen a labdarúgó világbajnokságot is figyelemmel követték. Németország-Anglia 1-0. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a Németország-Anglia mérkőzés csak délután 4 órakor kezdődött. A párosok a korábbi évekhez hasonlóan 4 csoportban küzdhettek egymás ellen. A szervezők mindenki számára biztosították a folyamatos játék lehetőséget, hiszen az Agassi, Becker, Federer és Sampras ágak korai búcsúzói vígaszágon folytathatnák a küzdelmet. A játékosok között jó néhány összeszokott párossal is találkozhattunk. Hogy ment eddig ma itt a játék? Jól ment a játék, van egy vereségünk, egy nagyon jobb párossal szemben, és van egy győzelmünk még egy jobb párossal szemben, tehát most 50%-os a mérleg. Mit vár a mai napon, milyen eredménye lenne elégedett? Hát mi mindig a győzelemért jövünk, ez elég ritkán fordul elő, de természetesen minden helyezésnek örülünk, amit el tudunk érni, de a legjobban annak örülünk, hogy igazi teniszidő van, és jót lehet játszani, és jók a partnerpárosok, tehát kellemes ez a vasárnap. Ön rendszeresen itt van ezen az eseményen. Mit tapasztal, hogy valóban sokat segít ez az önök kapcsolatán a teniszpályán kívül is? A tenisz minden kapcsolatban segít. Tehát a teniszezők egyébként is olyanok, ha a teniszről van szó, akkor rögtön megállnak és tudnak róla beszélgetni. Tehát ez valóban egy híd mindenki között, aki szereti ezt a játékot, és az is tény, hogy ezeken a versenyeken elfelejtjük a háznak a hangulatát, és nagyon jó élcelődések, poénkodások és nagyon jó meccsek vannak, és közben ismerettségek szövődnek. Hogyan kezdett el teniszezni, hogy kezdődött ez a kapcsolat a sportággal? A sportága először nagyon régen, gyerekkoromban, de akkor nem nagyon sikerült. 2-3 meccset játszottam, aztán 20 év múlva megint így, és körülbelül 25 éve játszom most folyamatosan már. És mik az erősségei? Hát én csak szeretek játszani, erősségem nincsen. Azért jövök teniszezni, hogy a hivatali élet mellett vagy mozgás is legyen az életemben. Persze nem csak ezt csinálom, kosarazom is, meg biciklizek, de hetente 2 számszor szoktam teniszezni. És most itt ki a párja a rendezvényen? Gárdos Csaba, aki a kincstár dolgozója, vele szoktunk, hát 15-20 éve párba játszani itt. Ezen a tisztelt ászfelsőjén is, meg máshol is. Akkor nagyon erős párost alkothatnak, nagyon összeszokottak lehetnek. Hát nem. Mi működelők vagyunk, a gárdon sokkal fiatal, mint én, tehát ő fut a labda után, nálam van az ész.
És eddig milyen sikerrel jártak ma? Hát ma egy meccset játszottunk, nyertünk. Hát itt szoktunk ilyen második, a harmadikon lenni, volt, amíg elsők lettünk, a mi csoportunkban. Nagy a rivalizálás egyébként a párosok között? Presztízs csata zajlik? Van. Néha például, akivel most játszottunk, ők nagyon, nagyon nehezen viselték a vereséget. Mi meg majdnem elszórakoztuk. De ez a rengeteg sportolás az azt jelenti, hogy nagyon jó egészségi állapotnak örvend. Hát szerencsére igen. Hát ez, ennélkül nem lehet csinálni az életet. 2-3-szor egy héten le kell iszolni nagyon, mert egyébként nem megy. Az államtitkár úr példája sok fiatal számára útmutató lehet, de dr. Szűcs Lajos, a parlamentes elnökségi tagja elmondta, az országházban szerencsére nincs szükség a sport népszerűsítésére. A legnépesebb szakosztálya a pasénak, az a labdarúgó szakosztály, és néha, ha visszaemlékszünk az elmúlt évekre, vagy már akár évtizedre is, akkor elmondhatjuk, hogy volt olyan ciklus, amiben több mint 200 mérkőzést játszott le a Parlamenti Sportegyesület. Falunapokon, olyan eseményeken, ahol mondjuk labdarúgó pályát vagy sportcsarnokot avatnak, akkor meg szoktak bennünket hívni, és ezeken az alkalmakon van olyan idő, amikor egy héten 2-3 mérkőzést is játszik a csapat. Úgyhogy ez egy komoly erőnlétet is kíván meg a képviselőtől, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a munkánkat jól tudjuk végezni, erre szükség is van. És a tenisz szakosztály is ennyire népszerű? Hát, ha jól figyeltük az eseményeket, most már 1998 ősze óta minden évben kétszer van a Tisztelt Ász című teniszbajnokság, és azokon legalább 30-40 pár mindig el szokott jönni, most is 25-30 pár van a versenykiírásban, és ők nagyon komolyan gondolják azt, hogy szeretnék megnyerni azt az ágat, ahol indultak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes dolog, aki versenyzik, vagy akármilyen sportban elindul, annak nem lehet más célja, mint hogy az ellenfelet nemes versengés után legyőzze. Önök számára, ha jól tudom, véget ért a mai nap, milyen eredménnyel zártak? A megbecsülendő harmadik helyen végeztünk ebben a kategóriában. Ez ugye egyben azt is jelenti, hogy a szervezők gondoskodnak arról, hogy minél több lehetőséget kapjanak megfelelő helyezések elérésére az egyébként amatőr versenyzők. De minden esetre az azt jelenti, hogy mögöttünk is végeztek, és ezért elégedettek vagyunk. Másrészt pedig egy nagyon jó sportnapot tekinthetünk magunk után. Szerencsére a legelső ilyen versenyen is részt vettem, és azóta, hogyha időm engedi, már úgy értem, hogyha Magyarországon tartózkodom, akkor feltétlenül részt veszek. Régi barátságok, sportbarátságok, ismerettségek kötődtek akkor, és ez talán az a szféra, ahol tulajdonképpen az egyébként esetenként túlságosan is mozgalmas politikai közeg nem játszik közre. Tehát itt párthovatartozás, foglalkozás, stb. Igazándiból erre az egy napra legalábbis nem számít. Itt gondolom, hogy nagyon érvényes az, amit az olimpiai eszmének szoktak emlegetni, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Természetesen, hogyha egy jó helyezés párosul még a részvételhez, akkor az külön örömet jelent. A nap végén a főszervező, Forgács István értékelte a 24. Tisztelt Ász tenisztornát, amelynek fővédnöke dr. Schmidt Pál volt. Amikor 1998-ban az első Tisztelt Ász versenyt rendeztük, akkor fogalmunk nem volt, hogy mi lesz. Egyáltalán annak a fogadtatása is kérdéses volt, hogy miközben olvasjuk az újságban, hogy mindenkinek vélemény különbsége van a parlamenti patkó egyik másik oldalán ülők között, hogy akkor hogy veszik-e magát, hogy a teniszpályán adódik a lehetőség, hogy félretegyék ezeket a véleménykülönbségeket. Ma már tényleg 24 verseny táblatában azt mondom, hogy mindenkinek így természetes. Úgyhogy ha valamit reméltem, akkor ezt, hogy a politikai viták azok a teniszpályára nem kísérik el a résztvevőket, és ebben nem csalatkoztam. Talán el lehet mondani, hogy a parlamenti választás nem változtatott azon, hogy ez a verseny ugyanabban a formában, az egyenjogúságot biztosítva a különböző politikai nézeteket vallóknak kerüljön megrendezésre.